elmúlt hetekben minden a fényekről, a csillogásról, a karácsonyi hangulat megteremtéséről szól, pedig még nincs is karácsony. Patricia, mi határozza meg ebben az időszakban az otthonunk interiőrét? Ebben az időszakban valóban minden a fényekről szól, mert ilyenkor egy ilyen fényhiányos állapot lép be az életünkbe, és egyre inkább azt igényeljük. Tehát én azt javaslom mindenkinek, nagyon fontos, hogy ezekkel a pici apró fényekkel tudjuk a környezetünket, és minden, ami csillogás, a környezetünket egy picikét otthonosabbá tenni. És ez a csillogás, ez most már évek óta trend a lakberendezésben, karácsonykor ez még megsokszorozódva megérkezik, és ahogy most az üzletek kínálatában, tehát láthatjuk mindenhol, minden a nagyon-nagyon csillogó felületekről szól. Azt szokták mondani, ahány ház, annyi szokás. Mennyire vagyunk flexibilisek évről évre, mennyire szeretünk változtatni mondjuk alapszíneken, motívumokon? Alapvetően kétféle embertípus létezik az én megfigyelésem szerint, amikor karácsonyi dekorációról beszélünk. Az egyik, aki általában ugyanazt szereti minden évben, és a hagyományos, megszokott kellékekkel veszi körbe magát dekorációkban is, és vannak olyanok, akik pedig szeretik követni a trendeket, mindig újabb és újabb dekorációkkal szeretik körbevenni magukat, és hát mi más lehetne a leginkább jellemzőbb, mint hogyha karácsonynál teszik ezt. Szerintem ebben az ünnepi időszakban elképesztően könnyű túlzásokba esni. Hogyan kezeljük jól mondjuk a gicset, ami most mindenhol körülvesz bennünket? Valóban ebben az időszakban nagyon nehéz visszafogni magunkat, és a sokat hangoztatott a kevesebb több elvével élni. És valaki egyébként ezt meg is tudja tenni, viszont én azt javaslom, hogy ebben az időszakban, hogyha valaki szeretné kiélni a gics iránti igényét, akkor azt tegye meg, mert lakásunk különböző pontjain mindenhol ugyanez a sokaság jelenik meg, akkor az lehet önmagában egy harmónia, és hogyha ebben érezzük jól magunkat, akkor így lesz boldog a karácsony. Azt gondolom, hogy sok esetben egy család a legtöbb időt együtt a konyhában szereti tölteni. Most már találkozhatunk olyan konyhai robotgépekkel, amik szinte műremek számba mennek. Szerinted hogyan választunk és mennyire számít mondjuk egy adott színvilág megjelenítése a konyhában? Mennyire hangolhatjuk össze a robotgépeinket? Egy lakás egységes hangulatának megteremtésében nagyon fontos szerepe van a színeknek. Szerencsére most már elérhetőek azok a nagyon színes, nagyon exkluzív, vagy nagyon látványos darabok is a konyhában, amivel tényleg díszévé válhatnak a konyha felületnek, viszont az elérhető pasztelszínek azok sokkal inkább segítik azt, hogyha kiválasztunk egy adott színt vagy kettőt, ami harmonizál egymással a lakásunk többi helységének dekorálására, akkor ezt a konyhában ugyanígy végig tudjuk vinni, és azáltal lesz egy egységes hangulata az egész lakásunk interiőrjeinek. Léteznek követendő dekorációs trendek mondjuk az asztal díszítését illetően? Ahogy mondtad, a konyha lehet a lakásunknak a szíve, és hol máshol gyűlne össze a család, mint az asztal körül. És éppen ezért ilyenkor ugye előtérbe kerülnek az asztaldíszek, amik kifejezetten ezek a karácsonyra emlékeztető adventi koszorú, vagy bármely más asztali kompozíció, amik már ünnepivé teszik az asztalt, akkor is, hogyha nincsen megterítve. De aztán, hogyha a terítékekre rátérünk, ma már elérhetőek nagyon különleges darabok is, mint például a tavalyi évben ugye ez az arany nagyon megérkezett a lakberendezésbe, és a rose gold kiegészítők is. Ezek a színek visszaköszönhetnek a teríték többi részén is, akár a tányérokon, vagy a poharakon is, illetve egy szalvéta gyűrűn, vagy akár a szalvéták színeit is ehhez tudjuk igazítani, és így tudunk a lakás többi részéhez is kapcsolódni. De gondolhatunk például egy gyertyatartóra, ami szintén a asztali terítéknek a dísze lehet, ami ugyanezekben a színekben elérhető. Együttműködő partnerünk a Mamut Bevásárló és Szórakoztató Központ.